Sziasztok! Harmadik részben foglalkozunk ezzel a jó kis Q-nak nassal, és hát a helyzet az, hogy mikor erre a videóra felkészültem, mert az előző videókkal ellentétben itt azért egy jó pár napig nyúztam ezeket a funkciókat és teszteltem, amit most be fogok mutatni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ki is írtam ide a Facebook csoportba, hogy én most gyakorlatilag Q-nak bérenc leszek lassacskán, mert elérkeztem ahhoz a témához, ami engem leginkább érdekelt, a virtualizáció és konténerizáció, mert hogy ezt mind tudja ez a NAS, tehát tud klasszikus virtuális gépeket is futtatni, és Docker konténert is lehet rajta futtatni, konténereket, ugye? És hát kísérleteztem, játszaloztam vele jó pár napig. Ez itt a Tanya Channel Facebook csoportba, tehát nem a Facebook oldalon, hanem a csoportba. Időnként így be is dobálgattam, hogy miket csinálok vele, milyen érdekességeket. És hát a belét kitapostam, ahogy látható, mert hogy még ilyet is csináltam szegénnyel, amikor már három virtuális gépet futtattam, ugye ebben az én 8 giga RAM van, tehát nem egy 16 meg 32 gigás erőmű, úgyhogy azért három virtuális géppel sikerült már megfektetnem, működött, de amint látható az ábrám, ilyen 99%-os CPU használattal és 95%-os memória használattal létezett szegényke. Tehát igyekeztem stressztesztel is mindennel így nyúzni, hogy így tényleg lássuk, hogy ezt így mennyire bírja. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jól vette az akadályokat. Hát ugye egy SSD azért nem árt a Winchesterek helyett bele, tehát az egyértelmű, az azért a sebességben érződik, és hát természetesen ebből van nagyobb processzorral szerelt változat, úgyhogy ez még combosabb, de általában, hogyha az ember nem akarja belét kihajtani mondjuk három virtuális géppel, hanem egyet vagy kettőt használ, akkor nem a processzor a szűk keresztmetszet Isten igazából, hanem tényleg a Winchesterem, amit beledugtam, tehát ahelyett egy SSD-vel jobban haladunk. Na! Hát akkor én azt mondom, hogy nézzünk körül, én mindenféle érdekes és izgalmas dolgokat kipróbáltam ezen, olyasmit is, amit ti biztos, hogy nem fogtok, vagy valószínűleg jó eséllyel nem fogtok kipróbálni. Például itt az én kedvenc operációs rendszerem, mit tudom én, 20 évvel ezelőttről, és bizony, nem biztos, hogy sokan használtatok ilyet, én használtam ilyet. Amikor mindenki vadul a Windows 95-öt használta, akkor én OS2 warpot toltam, sikerült rá fölrimánkodni. Ez volt talán az egyetlen oprendszer, amivel egy picit dolgozni kellett, hogy fölmenjen rá, nem sokat, és hát nem nyomoztam utána, de van egy ilyen egér utánhúzás problémánk, de ti ilyen rendszert úgysem fogtok használni rajta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nektek nem lesz probléma. Magamat viszont most megszivattam ezzel az egérrel, de majd mindjárt játszadozunk, hogy hogyan tudom ezt lekapcsolni. Yeah, sikerült. Shutdown. Leállítjuk a rendszert. Hát, amint látjátok, jelen pillanatban böngészőből futnak itt a virtuális gépek. És erre majd mindjárt egy picikét rátérünk részletesebben, csak még akkor itt demozgatok. Itt egy másik operációs rendszer, amit nem biztos, hogy túl sokan használtak a nézők közül. Ez régebben BOS néven futott, aztán átment Haikula. Úgyhogy ez egy viszonylag pehelysúlyú kis könnyű operációs rendszer. Úgyhogy gond nélkül futtatható rajta. Itt már ott megy az egér, ahol kéne. Egy kis lemaradással, de ennél a két oprendszernél tapasztaltam összesen ilyen eltérés. De ez teljesen jó használható, tehát így követi az egerünket. Úgyhogy... újraindítást nyomtam a leállítás helyett. Véletlenül nem baj, láthatjátok a gyönyörű szép bejelentkező képernyőt, meg azt is, hogy mennyi idő alatt indul újra egy Haiku OS ezen a NAS-on. Szóval, miközben a Haiku OS újraindul, mert sikerült ugye rátapostom, már újra is indultunk. Akkor azt mondjuk, hogy leállítás, kikapcsolás, így mi. Kikapcsoljuk. Akkor nézzük most már ténylegesen, hogy miről is van szó. Ugye föl kellett telepíteni egy új appot, ez volt a Virtualization
Station nevezetű, és ebben a Virtualization Stationben tudom a virtuális gépeket létrehozni, importálni, exportálni, klónozni, és még innen tudom a biztonsági mentéseiket is végezni. Mikkel kísérleteztem többen? Hát az egyik a Debian Linux volt, az én kedvenc oprendszerem. Fölszóltam egy OpenBSD-t is, esetleg akit érdekel, elindítunk egy ilyet is, hogy lásson, aki még nem látott ilyet. Elindítunk egy OpenBSD-t is. És hát ezen kívül pedig még a klasszikus Windows 10, mint ugye általános felhasználók által ismert operációs rendszerrel játszadoztam. El kéne indítani. Ah, itt van, jó van. Tehát elkezdett itt a BSD szuttyogni. És hát egy Windows 10-et is elindítottam. És kipróbáltam a mentéseket, importálást, exportálást, mindent. Ezt fogjuk most végignézni. Tehát ugye alap esetben egy operációs rendszer az be van kapcsolva, akkor egy zöld pipa jelzi, hogy ez az operrendszer be van kapcsolva, és a OSPR 2 nem tudja magát leállítani normálisan, úgyhogy kényszerített leállítással ki is lövöm, és el is tűnt elől a pötty. És akkor nézzük, hogy miket lehet csinálni. Hát ugye el lehet indítani, fel lehet függeszteni, ki lehet rakni konzolra. Ez ugyanaz a konzol, amikor itt rákattintok, és akkor ugye böngészőben megnyílik. CD-t, DVD-t be lehet csatolni, USB eszközöket lehet, pillanatképet lehet készíteni, erre mindjárt visszatérünk. Lehet klónozni egy virtuális gépet, lehet exportálni, hát migrálni is lehet egy másik NAS-ra, lehet megosztási linket készíteni, és akkor azon keresztül elérhető, törölni lehet, illetve hát a beállításokat és a biztonsági mentést és visszaállítást is innen lehet intézni, de ezek nagy részét egyébként, itt ha elindítunk egy operációs rendszert, amit ugye feltelepítettünk, akkor az oldalsó konzolból is a nagy részét el lehet érni, tehát látjuk VM felfüggesztés, alaphelyzet, leállítás, stb. Hát a pillanatkép az valamiért ilyen néven fut, nem nagyon tudom, ezt itt valami olasz lesz, ezt nem sikerült lefordítani. Ez az egy szó, hogy pillanat, ez a pillanatképes, ez nem sikerült, illetve a teljes képernyő. Ctrl-Alt-Delete-et lehet küldeni, és hát itt is be lehet állítani a VM-et, természetesen menet közben bizonyos funkciókat nem lehet beállítani. Most aki számára ismeretlen a virtualizáció, én azt mondom, hogy ez most így hagyja is abba ennek a videónak a nézését, és van a csatornán egy három részes sorozat, azaz érdekel az IT, tanulná, kezdje el virtualizálni című sorozat, és annak a megtekintésével kezdje, és utána jöjjön ide vissza. Mert hogy egy csomó dolgot most nem fogunk kitárgyalni, ami alap. Szóval, tehát fut rajta OpenBSD is, én ezt most nagyon csúnya leszek, és egy kényszerített leállítással kilövöm. És hát akkor amivel játszorozni fogunk, az a Debian lesz, amit őt el fogok indítani, és a Windows 10, amit el fogok indítani, ugye innen is, onnan is, mindenhonnan el lehet őket indítani. Most egyszerre két virtuális gépet futtatunk, és amíg ezek a gépek elindulnak, addig megnézzük egy kikapcsolt gépnél a beállítási lehetőségeket, hiszen a kikapcsolt gépnél lehet minden beállítást elvégezni. Na, én azt mondom, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen beállításaink vannak. Először is adunk egy nevet a virtuális gépünknek, megadhatjuk, milyen processzor modellt szimuláljon az oprendszer számára, hány magot akarunk neki adni, ugye maximum 4 magot adhatunk, mennyi memóriát adhatunk neki, hát ez maximum 8 giga RAM, amit ugye tudunk adni ebben a NAS-ban konkrétan, hiszen 8 giga van benne, és hát amikor egy OS telepítünk, akkor kiválaszthatunk OS típusokat, majd ezt mindjárt megmutatom, milyenek közül lehet válogatni, de ha nem szerepel ugye az OS azok között, amit telepíteni szeretnék, akkor a generiket azt teljesen jól lehet használni. Betöltésnél klasszikus, illetve UEFI BIOS-t választhatunk. Honnan történjen a boot sorrend? Hálózatnak ugye bedughatunk egy vagy több hálózati kártyát. Tárolásnak megmondhatjuk, hogy mekkora lehet a diszk, és ez hol helyezkedjen el, és milyen interfészen, akár ugye Virtio, SATA, SCSI, IDE. Ez ugye fontos egyrészt teljesítmény szempontjából is,
hiszen minél kevesebb szintet kell emulálni, annál hatékonyabb és gyorsabb lesz a működés. Másrészt meg, ha kiexportálunk vagy beimportálunk egy oprendszert, akkor nem árt, hogyha ezek azonosak. Meg lehet adni egy CD képfájt, hogy honnan történjen, milyen videokártyát emuláljon, VGA, QXL, Cirrus, audiót lehet a hangot engedélyezni, milyen legyen a billentyűzet kiosztás, lehet egy, tud föltelepíteni egy VNC szervert, és akkor távolról azon keresztül is el lehet érni. USB, ennél az oprendszernél csak a 2-est engedélyezi, de ugye ha itt újabb Windows-t adok meg, mondjuk egy 10-est vagy ilyeneket, akkor ott már USB 3-at is lehet használni. És hát be lehet állítani automatikus indítás, hogy legyen a NAS indulásával egy automatikus indítás vagy sem. Na most, hát ugye oprendszert azt vagy telepítünk erre a gépre, vagy importálunk. Ezek közül lehet válogatni. Ezt most nem fogom elindítani, mert itt ugye fut most nekünk több oprendszerünk is. Nézzük meg akkor ezt a bizonyos Debian Linuxot, ami itt fut. Itt fut a rendszerünk, és ide most be is fogok jelentkezni. És be fogok jelentkezni a Windows 10-re is. Látható, most 2 darab oprendszer fut párhuzamosan. Nem feltétlenül a desktop virtualizáció a cég egyébként ezeknek a NAS-oknak, hogy desktop operációs rendszert virtualizáljál rajtuk. Inkább valamilyen kiszolgáló funkcióra van ez jobban kitalálva. Akkor itt ez a jelszó. De azért működik rajta. Na most hát, ha ilyet látunk, ugye itt a képminőséget lehet állítani, a kijelzés minősége. Itt mi közvetlenül vagyunk összedugva a switchben, tehát jó képminőséget is kaphatunk. Úgyhogy 20 megabitre átrakom, és már is tökéletes képminőséget kapunk. Na most, itt is telepítés után, miután föltelepült az oprendszer, mint minden normális virtualizációs környezetben, ugye föltehetjük a megfelelő szoftvereket, ami hatékonyabb együttműködést eredményez a virtualizációs környezettel, ugye a virtualizációs hosttal, úgyhogy itt is egy CD-ként tudjuk bedugni, teljesen ugyanúgy működik, és egyébként itt van, be van most itt csatolva, ezeket az oprendszereket támogatja, még XP-t is lehet szuttyogtatni, és föl lehet telepíteni, illetve egyben telepítéskor egy VNC szervert is föl lehet telepíteni, úgyhogy ezt a gépet, ezt el is lehet érni ilyenkor. Most mindjárt megnézzük, hogy milyennek az IP címe. Ugye IP az most hozzá van bridge-elve a külső kártyához, tehát 44-es. Gyakorlatilag ilyenkor ezt a gépet nem csak a webes konzolból érem el, hanem hát azon kívül, hogy persze megosztok rajta bármilyen szolgáltatást, akkor ezt el fogom érni. Plusz, mivel most ugye fölrakott alapból egy VNC-t, nekem föl se kellett raknom, igaz, hogy az UVNC-t, de ez teljesen minden, én meg a Tight VNC-t szeretem használni, így azon keresztül ezt el fogom érni ideális esetben, ha a tűzfal nincs bekapcsolva. Itt van, el is érem. Tehát ez most a saját gépemről fut, és itt a saját gépem VNC-je. Hát azért ez most egy picikét így csuklik, de ne felejtsük el, hogy azért itt most 2 darab virtuális gép fut ezen a szerencsétlen kis NAS-on. Hogyha kilövöm mellőle mondjuk a futó Linuxot, akkor azért mindjárt nagyobb erőre kap. Illetve hát ugye nem jönne rosszul egy SSD. Tehát itt futunk VNC-ben. Látható, és amit itt nyomok, az történik a böngészőben is. Látjuk? Úgy, némi késlekedéssel természetesen. Ilyenkor egyébként ezt a böngészőt nyugodt szívvel be is záratjuk, és itt vagyunk VNC alól. És ez egy picikét a sebességnek is egyébként jót fog tenni, hogyha nem két helyről nézzük ugyanazt. Oké, tehát el lehet érni VNC-n keresztül is a
integrációs szolgáltatások telepítése után. Na most ezt a Windows-t én szándékosan satán hagytam, SATA vezérlővel a HDD-t. Jaj, akkor nem állítjuk le, pont ez a lényeg, hogy akkor meg tudjam mutatni. Ugyanis a biztonsági mentés kapcsán, meg pillanatképek kapcsán nagyon fontos, hogy akkor tudnak online működni a pillanatképek és a biztonsági mentések, hogyha Virtio interfészt használunk, minden egyéb esetben, ha nyomok egy pillanatképet, akkor azt fogjuk kapni hibaüzenetként, főleg ha kirakom full screenben, mert most kisebb felbontáson vagyunk, hogy az OBS az natívban tudja a Full HD-t szuttyogtatni, akkor hát itt vagy tudok készíteni egy pillanatképet, de nem tudok, mert ki van szürkítve, mert hogy SATA vezérlős gépen nem készíthető pillanatfelvétel. Tehát ha egy gépen nincsen ez beállítva, akkor kénytelenek vagyunk kikapcsolt állapotban akár pillanatképet, akár biztonsági mentést készíteni. Viszont hogyha, és ezt Linux alatt megcsináltam, ott nem SATA vezérlő sem működik a rendszerünk. Ezt most itt szépen le is ellátjátok, küldtem neki egy leállítást. Szépen le fog állni. Ott viszont tudni fogunk online készíteni pillanatképeket, és biztonsági mentést is, mert hogy ezt a funkciót is kipróbáltam, és egyébként nagyon jól működik. Majd mindjárt meglátjátok, miért mondom ezt. Én ezt már be is csukom, és majd várjuk, hogy ez ott leálljon. Szóval, Debian Linuxnál a pillanatképre már nem kapunk hiba üzenetet, leszámítva, hogy ugye nem magyar nyelvű a szöveg, de akkor mielőtt pillanatképet készítenénk, nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a pillanatkép. Látjátok, itt egy új mappa, meg egy új fájl létrehozva. Tehát ezt megcsináltam, meg mondjuk futtatok egy top parancsot itt a képernyőn, jó? Oké, rendben. Ez fut most, ez a jelenlegi állapota a virtuális gépünknek, és én erről készítek egy pillanatképet ebben a pillanatban. Egy pillanatképet ebben a pillanatban. Legyen a neve pillanat. És be lehet állítani ezt a pillanatkép fenntartását. Ugyanis ez azt tudja ez a jószág, hogy be lehet állítani automatikus pillanatkép készítést. Ami mondjuk marha jó, hogyha a titkosító vírusoktól félsz, hogy naponta, mit tudom én, 2 óránként készít pillanatképeket, és ezeket körbeforgatja. És akkor gyakorlatilag, hogyha valamelyik alkalommal benyáltál egy titkosító vírust, akkor a 2 órával ezelőtti állapotra vissza tudsz menni. Van egyébként ezeknek a NAS-oknak egy komolyabb operációs rendszere, amit a nagyobbra már föl lehet tenni, ami ZFS file rendszert használ, ott még jobban támogatott a pillanatkép. De el is teljesen jó, és akkor visszaállsz a 2 órával azelőtti állapotra. Ha ez be van pipálva, akkor ezt semmiképpen nem fogja rotálni, mert ugye mindig letörölni a 32 utána az legelsőt körbeforgatná. Ha ez be van pipálva, akkor nem történik ilyen körbeforgatás, ez a pillanatkép tutira megmarad, függetlenül attól, hogy beállítok automatikus pillanatkép készítést. És akkor most elkezdjük készíteni a pillanatképet, és itt megy fönt a jelző, ami mutatja, hogy hol tartunk, és készült egy pillanatkép. Hogyha ezt megnézzük a pillanatképek kezelésében, akkor itt megjelent ez a pillanatkép. Látjuk, amit nem lehet törölni, mert ez most ugye használatban van. És akkor most azt mondjuk, hogy egyrészt becsukom ezt a toppot. Látjátok, a gép közben nem állt le, tehát a géppel nem történt semmi. Letörlöm az új mappát, letörlöm az új fájlt, létrehozok mondjuk egy új mappát, aminek legyen az neve, hogy próba. Ugye? És mondjuk elindítok egy böngészőt. Tehát ez egy változás úgymond a rendszerben, és ennyi. És most fogjuk és visszajövünk, és erre a pillanatképre vissza szeretnénk térni erre az állapotra. Rendben, történjen meg a visszatérés. És akkor most megint elindul egy kis molyolás. A molyolás most tovább fog tartani, mint a pillanatkép készítésekor. Itt ugye kapjuk is az információkat, hogy mik történnek.
így kapjuk, snapshot. Ugye hát az időt nem tudta szinkronizálni, az egy történet, az egy dolog. És látjátok? Ez az előző állapot. Tehát visszajöttünk ide ezzel a pillanatképpel, itt az új mappa, itt az új fáj, eltűnt a próbamappa, eltűnt a kinyitott böngésző, és itt van a megnyitott top. Na, így működnek a pillanatképek. Tehát ez azért egy csodálatos dolog a virtualizációban. Többek között ez az egyik csodálatos dolog a virtualizációban, hogy tudunk pillanatképeket készíteni. Mindenféle frissítés, meg ilyenek előtt egy pillanatképet készítünk, és ha bármi gebasz van, visszatérünk. És ez viszonylag hamar megtörténik. Készíthetünk, ahogy mondtam, ütemtervet is. Tehát amikor egy ütemtervet készítünk, akkor megadhatjuk, hogy mi legyen ennek a neve, és beállíthatjuk, hogy ez naponta, hetente, havonta készítsen pillanatképet, és hát mikor történjen ezeknek az adatoknak a készítése. Ugye ne felejtsük el, hogy ez is akkor fog működni, hogyha megfelelő támogatás megvan az operációs rendszer részéről, tehát nem ilyen klasszikus SATA meg ilyeneket állítottunk be, hanem föltelepítettük a megfelelő integrációs szolgáltatást, vagy a rendszer már eleve támogatja, mert a Debian alatt nem is kellett semmilyet elvégeznem. Oké. Ugyanezt a rendszer egyébként tudja biztonsági mentésekkel is. Tehát amikor nem csak egy pillanatkép készül, hanem egy konkrét biztonsági mentés, ezt meg is fogom mutatni. Itt tudjuk a konkrét biztonság, komplett virtuális gépeket elkészíteni. Komplett virtuális gépek biztonsági mentését elkészíteni. Szóval, adhatunk a feladatnak egy nevet, hát ez a backup 1, ez tökéletes, és kiválasztjuk, hogy mely virtuális gépeket akarunk menteni. Mivel pillanatkép alapú a biztonsági mentés is, és készít egy image-et, így mindenképpen fontos, hogy azok a gépek legyenek beállítva, vagy kikapcsolva, amikről mentést akarunk készíteni. És akkor azt mondjuk, hogy én erről a Debian Linuxról szeretnék most csak egy mentést készíteni. Meg lehet adni, hogy egy távoli helyre kerüljön, vagy egy helyi megosztott mappára. Én ezt jelen pillanatban az összes ilyen biztonsági mentést az admin könyvtár alatti backup könyvtárban készítettem el. És hát ha megnézzük, itt már van is egy ilyen Debian Linux backupot már csináltam. Méghozzá kettő példány is van itt belőle. Két különböző biztonsági mentés. Úgyhogy tulajdonképpen én erről már készítettem biztonsági mentést. A VM visszaállításánál, ha megnézzük, ezeket láthatjuk is. Közben az asszony kap egy értesítőt. Tehát itt van ez a két darab biztonsági mentés, amit már korábban tesztként csináltam, 28-án, tehát hogy a meglévő virtuális gép mentések azok itt vannak, ezek bármikére visszaállhatnék, de én ezeket most le fogom törölni, hogy akkor készítsünk egy újat, úgyhogy ezt a backup könyvtárat így, ahogy van, a backup könyvtárban ezt letörlöm, és most csont üres lett, és akkor tudunk egy újat készíteni, amúgy is tudtuk volna, de hogy teljesen az elejéről lássátok, hogy hogy történik. Kiválasztom, hogy a Debian Linux-ra történjen, hova történjen a biztonsági mentés készítése, ez az admin backup könyvtárba, és hát már itt lehetne ütemezni, meg ütemtervet is hozzá beállítani, meg hogy meddig őrződjön meg, én azt mondom, hogy 3 biztonsági mentés őrződjön meg, és akkor nyomok egy következőt, kapunk egy összegzést róla, és akkor azt mondjuk, hogy befejezés, és azonnali feldolgozásra küldöm, tehát nem ütemezett, és itt el is kezdődik a backup. Na, ez azért egy picikét tovább fog tartani, mint a pillanatkép készítése, de nem sokkal. Addig elmondom, hogy mit változtattam egyébként a múltkori állapothoz képest, amikor még játszoroztunk ugye, mint desktop gép, meg előtte, mint NAS beállítás. Az egyik, hogy beállítottam, hogy a két vinyó, az gyakorlatilag RAID nullába van, tehát egy picikét így nyertem a sebességem, illetve a beállításoknál, a biztonságnál beállítottam a két lépéses hitelesítést. Aki nem tudja, miről van szó,
az nézze meg, van a csatornán egy olyan videó, aminek az a címe, hogy feltörtük Dancsó Péter Facebook fiókját, és gyakorlatilag ott megmutatom, hogy hogy működik a telefonra egy Google Authenticator nevezetű hitelesítő programot föl kell rakni, beolvastatni vele a QR kódot, és innentől fogva a belépés az gyakorlatilag úgy fog történni, hogy ezt meg is mutatom, kijelentkezek, tehát a bejelentkezés az úgy fog történni, hogy kér egy hitelesítő jelszót, kéri a biztonsági kódot, megnyitom a Google Authenticatort, és bepötyögöm az itt kapott kódot. 501238, ez folyton változik, tehát nyugodtan megmutathatom nektek. Tehát ennyi változás történt. Egyébként ugyanazok a beállításai jószágnak, és ennyi. Na, visszajövünk közben ide, és megnézzük, hogy hol tart ez a történet, hiszen közben ő futott a háttérben, tehát itt nem álltak meg a dolgok. Nem. Tehát fut még a feladat, látjuk. El is készült. Mire ezt elmondtam, el is készült. Tehát itt van a biztonsági mentésünk. Ezt ugye le tudjuk futtatni, vissza tudjuk állítani, szerkeszteni tudjuk, meg törölni is tudjuk. Na, hát akkor kérem szépen, csináljunk valami nagyon csúnya dolgot. RM kötőjel RF gyökér. Ugye ezzel szokták megszivatni a kezdő Linuxosokat, ha valaki nagyon hülyeséget kérdez, vagy valaki nagyon gonosz válaszoló. Nem is, bocsánat, ezt inkább így akartam. RM kötőjel RF csillaggal. Gyakorlatilag most ez azt fogja csinálni, hogy szépen letörli saját magát az operációs rendszer. Végigmegy és rekurzívan minden fájlt letöröl, gyakorlatilag tönkretesszük az operációs rendszerünket. Hát mennyi egyébként? Teljesen egy diszkri parancs sem fog utána már futni, úgyhogy gondoltam megnézzük előtte mennyi hely van és utána, de teljesen mindegy, nem fog futni a diszkri parancs sem utána. És elkezdjük gyakorlatilag szétgyakni a rendszert. Amíg még fut a diskfree, már a diskfree parancs sem fut, tehát már azt is sikerült letörölni. Szétgyakjuk a rendszert, egy használhatatlanra tákoljuk. Kinyírjuk szegénykét. De hát ugye semmi probléma, hiszen van biztonsági másolatunk, úgyhogy most ebből a biztonsági másolatból le fogjuk gyakni. Hát még zajlik a törlés, veszettül villog az egész, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt én most ki is lövöm ezt a... Már ki is lövi saját magát, mert mindent elpusztít, tehát hogy abszolút... Szerintem megállt, igen, véget ért a történet. Megállt, már nem villog semmit, úgyhogy nem tud már mit törölni. Ez nem indul el, ez az oprendszer, de be is mutathatom gyakorlatilag, hogy nem indul el. Kontroll a Dibitre sem fog már szerintem reagálni. Így van, tehát ezt leállítjuk, ezt kinyírtuk, kegyetlenül kinyírtuk. Kihúzzuk a konnektorból, elindítjuk, és hát meglátjuk, hogy mi történik egy ilyen után. Már el se tud indulni, egy Group Rescue-t kaptunk. Tehát ezt ténylegesen letöröltük a francba. És akkor most azt mondjuk, hogy visszaállítjuk. Jó, ezt akarjuk vissza, tehát nincs másik, tehát sok választási lehetőségünk nincsen. Állítsuk vissza ezt a dolgot. Ilyenkor visszaállításkor tudunk variálni, hogy mennyi CPU magunk legyen, mennyi memóriánk, tehát ilyenkor is tudunk ezzel játszani. És azt mondjuk, hogy állítsuk vissza, szeretnénk folytatni. Elindul a visszaállítás. És hát ez megint azért egy picit tovább tartó folyamat. Közben lehet egyébként más csinálni, úgyhogy lehet, hogy csinálunk is más. Ha visszajövünk ide a
virtuális gépek, akkor megmutatom, hogy hogy lehet létrehozni egy virtuális gépet. De először is vannak itt ilyen ingyenes Windows VM-ek, amiket fölálljon a rendszer, és rögtön letölteni a képfájt a netről, tehát ezeket ki lehet esetleg próbálni, ha valakit fölcsigáznak ezek a régi Windows 7-ek, de egyébként, és akkor letöltéssel lesz lerántja, de egyébként, hogyha letöltünk egy ISO fájt, ugye egy telepítő ISO-t, akkor azt tetszőlegesen tudjuk használni. Nekem ezek itt vannak letöltve, ezeket használtam, tehát ugyanígy letölt ide az ember egy ISO fájt, adunk a VM-nek egy nevet, teszt, megadjuk, hogy ez egy milyen operációs rendszer, és akkor ugye Linuxok közül gyakorlatilag a CentOS-t és a Fedorát, meg a Red Hatot nagyon preferálja, Ubuntu-t még szereti, illetve OpenSUSE-t. Ezek viszonylag régiek, de ugye ne felejtsük el, simán egy beállítunk egy generiket és jócakát, és azt telepítünk, amit akarunk, meg gyakorlatilag erre is azt telepítünk, amit akarunk, csak ugye van egy ilyen szöveg, hogy mire van optimalizálva. Vagy Windowsok közül Unix, nézzétek, Unix, BSD, Sun Solaris, de Android, tehát lehet Androidot is tudtyogtatni, de ugye Windows 10, 8, 1, 8, 7, Vista, és hát természetesen szerverek is, tehát 2012, R2, sőt 2016, sőt 2019 is van a beállítások között. Én ugye beimportáltam ide egy Windows szervert, majd ezt is megbeszéljük, hogy mi azzal a helyzet, az is gyönyörűen fut. Na egyébként, ha itt megadhatom, hogy hány mag legyen, mennyi memória, és akkor itt ki kell tallózni a CD képfájt, tehát hogy honnan szedjük a telepítő fájt gyakorlatilag, és akkor itt vannak az ISO fájlaink letöltve, és kiválasztjuk azt a telepítőt, amit szeretnénk. Illetve meg kell adni, hogy hova legyen elmentve a virtuális gépnek a Winchester-e. Hát erre én szintén csináltam egy könyvtárat az adminban, a virt gépek nevezető. Látható, itt vannak a virtuális gépek, ha ezt megnézzük, innen is látjuk, hogy virt gépek, itt foglalnak helyet a virtuális gépre, amikkel játszadoztam. Tehát ott megadhatjuk, hogy hol legyen, tehát ebben a backup könyvtárban, megadhatjuk, hogy mekkora legyen a mérete, és hát hova csatoljuk be a Halosity csatolót, és utána rányomunk az OK-ra, és a telepítés teljesen megszokott módon zajlik, végigvisszük. Ezt most nem fogjuk megtenni. Azt gondolom, hogy most arra a biztonsági mentés az végzett. Féled? Mi történt itt? Féled. Napló megtekintése. Miért? Miért lett ez féled? Write lock another process. Ez érdekes. Nekem ezt online visszatöltötte múltkor. De kipróbáljuk akkor, hogy leállítjuk. Jó? Nekem ezt úgy, ahogy volt, online visszatöltötte a múltkori alkalommal. Megpróbáljuk újból. Akkor gyakorlatilag ki se kapcsoltam a gépet, semmit se csináltam vele. Igen, szeretném folytatni. Megnézzük, mi történik. Tehát akkor újra se lett indítva, le se lett állítva a virtuális gép. Ott abban a megpusztult állapotában ráküldtem a biztonsági mentés visszatöltését, és gond nélkül megcsinálta. Nem tudom, hogy most mi a fennakadás oka. Mindegy, már reméljük másodszorra sikerül. Elég sokat csináltam ilyen mentéseket, és Windowsra, Linuxra eddig nem okozott ez problémát. Kíváncsian várjuk, mi a helyzet ezzel. Addig, amíg akkor zajlik a visszatöltés, addig akkor nézzük meg még egy-két dolgot. Importálás, exportálás. Ugye lehet egy másik NAS-ra is migrálni, ez egyértelmű, de hogyha az ember szeretne márka függetlenné válni, akkor ez jó tudni, hogy van rá lehetőség, hogy teljesen más virtualizációs környezetet is tudjunk használni a már meglévő gépeinkkel. Hát, most mit tudom én, a Windows 10-zel már csináltam egy ilyet, mindjárt meg is mutatom. Itt azt mondjuk, hogy exportálás,
adunk neki egy nevet, és hát van a QVM, illetve OVF, ugye ez egy teljesen szabványos Open Virtualization format, formátum, tehát ez egy teljesen szabványos formátum, ez gyakorlatilag, ami ismeri az OVF-et, oda betölthető lesz a virtuális gépünk, ez olyannyira betölthető lesz, hogy itt például ezt a Windows 10-et, ezt én ide a Workstation Playerben Win10 Export néven be is töltöttem, amely azonban nem indult el, de ez nem egy hude nagyon szokatlan jelenség, ugye azért nem bootolt föl, mert nem ugyanazt a Winchester kezelést használta ez a rendszer, mint az a rendszer, tehát kellett egy nagyon picikét módosítani a beállításokon, tehát ugye átállítottam idére a diszkezelést, aztán utána az ember idére átállította, föltelepíti a VMware-nek az ilyen ügyfél programjait, akkor utána azt föltelepíti, és már működni fog, tehát a bootolás idejére kell csak átállítani, és ez gyakorlatilag ugyanaz a Windows 10, amit fent volt a NAS-ban. Ami most valamiért nagy fekete képernyővel fogad minket. Ez a videó rögzítés varázsa. Ne kérdezzétek, miért nem működik. Miért kapunk fekete képernyőt? Megpróbáljuk újból. Úgy tűnik, hogy most a gonosz manók beköltöztek ide. Hát és most elindul a Windows helyreállítása. Csodálatos. Nem keveset használtam ezt a virtuális gépet, tehát működött. Gép újraindítása. Nem kell helyállítani semmit, mert minden jól működik ezen a gépen. Itt a gonosz manók szuttyognak. Szóval ez ebből lett exportálva. Ebből a jószágból lett exportálva. És itt van, működik is. Látjátok? Tehát, és ott ugyanaz az RG felhasználó. Itt vagyunk, még a VNC is fönt van rajta, tehát ez ugyanaz a Windows 10, fut most itt a VMware Workstation-ben, vagyis a Playerben, nem a Workstation-ben, ami ugye innen lett kiexportálva. Tehát az exportálás az teljesen szabványos, közben nézzünk vissza a biztonsági mentésre, reméljük, hogy most nem kaptunk hibát. Most azt mondja, hogy sikerült, nem tudom, mi volt az előző csuklás, és olyannyira sikerült, hogy látjátok, itt van a futó állapota. Tehát ugye itt hagytuk ott a gépet. Ez volt az a pillanat, amielőtt kiadtam a parancsot a RM kötőjel RF-re. Tehát még bekapcsolni se kellett. Futó állapotban kerültünk vissza, hiszen pillanatképet használt, amiben benne volt a memória is, a processzor állapot is, minden. Tehát a történet ugyanott folytatható, ahol elbasztuk ugye azzal a parancssal, de hát jelen esetben szándékosan. Hogy az előbb én nem tudtam visszaállítani. Nem tudom. Látjátok, a Workstation Player sem indult el. Nem tudom, gonosz magok megleptek minket. Oké. Okay. Aztán, tehát az exportálás az tökéletesen működik, és hát a helyzet az, hogy importálni is teljesen jól tud. Importálni tud egy PC-ről, NAS-ról, távoli QNAS-ról, QNAP NAS-ról, ugye, ezeket a funkciókat tudja, és a PC-t választunk ki, akkor megadhatjuk, hogy milyen fájlok vagyanek, vagy akár a saját NAS-nál is megadhatjuk. Ez a lényeg, hogy OVA fájlokat, OVF-et, VMX-et és QVM-et ismer. Tehát ezek bármelyike használható. És hát ezt is kipróbáltam, ezt a funkciót is természetesen. Beimportáltam ezt a, hát egyébként ezen egy kulcs ügyvitel fut, egy VMware-ből lett anno exportálva,
és ez egy Windows 2019 szerver egyébként, de most akkor ennek 8 giga RAM van adva, emlékem szerint, teljesen mindegy, 4 van. Jó, akkor elindíthatjuk nyugodt szívvel, lélekkel. Adjunk neki egy power, úgysem fog elindulni, ugyanis ez alá föl lett telepítve annak idején a VMware-nek ugye a saját szoftvere, és emiatt ő VMware-es diszket keresne, amit ugye itt nem fog megtalálni, úgyhogy ha az ember tudja, hogy ki akarja exportálni az ESXi-ből a gépet, akkor érdemes előtte valami SATA, vagy IDE, vagy ilyenre visszaállítani a vezérlőt, és akkor úgy kiexportálni, akkor nincsen az, hogy a Windows összetolja magát. Ez egy inkább Windows-specifikus probléma, Linux-al azért ez ennyire nem egy égető dolog, ott a kernelben elég sok minden benne van, itt Windows-nál nem feltétlenül, tehát itt előtte. De egyébként működne, tehát az export, az importálás sikerült, tehát ezzel a felével nincsen probléma, egyszerűen csak exportálás előtt át kell állítani, de ugye én ezt, mit tudom én, egy másfél éve mentettem, eszembe nem jutott, hogy ezt egy NAS-sal akarom betölteni, hanem ugye VMware alá akartam betölteni, úgyhogy ez teljesen jó volt. Emiatt nem állítgattam át sehova. Jó, itt ő szeretné magát majd helyreállítani, meg ilyenek, de ezt mi most nem hagyjuk neki. Nyomunk rá egy kényszerített leállást. Jó. Na, tehát az a helyzet, hogy a biztonsági mentés az láthatóan tökéletesen működik, az előző megcsuklás nem tudom minek betenni, de végrehajtotta a dolgot, úgyhogy, és a természetesen a biztonsági mentéseket is lehet ütemezni, tehát ott is ugyanúgy megadhatjuk tudnék egy ütemtervet, hogy mennyi időnként készüljön egy komplet biztonsági mentés. Természetesen célszerű a biztonsági mentéseket egyébként, hát most nem ott van, egy helyen van minden, de egyébként egy külön diszkre készíteni a biztonsági mentéseket. Ugye itt van ez a bizonyos biztonsági mentés, amit készítettünk, ez 11,5 giga. Ha belenézünk egyébként, akkor látható, hogy leginkább egy nagy képfájl ennek a lényege, ez az image file, ami elmentésre került. Ebben ugye benne van minden. A disknek a tartalma, illetve a memóriának az állapota, meg a processzornak az állapota. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a kis jószág meglepett. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen teljesítményt fogok kapni virtualizációs téren tőle. Nem egy húta nagy durranás a benne lévő processzor sem, de gyakorlatilag használhatóak a virtuális gépek. Itt mondom inkább, ha tényleg javulást akarunk, akkor SSD-re érdemes cserélni a HDD-t, de ennyi. Na most még itt egy-két dolgot a beállításnál azért mutatok. Az egyik a memória foglalás. Ugye itt beállíthatjuk, hogy mennyi memóriát tartunk fönt a rendszer számára. Ez ugye akkor buli, hogyha tényleg itt elkezdünk virtuális gépeket futtatni, mint az állat, és adott esetben elfogyna a rendszer számára fenntartott memória. Úgyhogy én ezt beállítottam, hogy mindenképpen 1 giga szabad helyünk, szabad memóriánk a rendszer számára legyen. Tehát ne tudják a virtuális gépek megenni előle a memóriát. Illetve hát be lehet állítani, hogy túlfoglaljuk ugye a memóriát, de ugye ilyenkor nekiáll majd a rendszer szweppelni, SSD-vel ez nem olyan gáz, vinyóval azért ez probléma. Úgyhogy én ezt nem is engedélyeztem, hogy túl legyen foglalva, ezek a lassú Winchesterek vannak benne, én ezt a beállítást használtam alapvetően azért, ha normálisan használja az ember a virtuális gépeket, azért bele lehet férni. Tehát ez nem arra van, hogy ezen futtassál egy szerver központot. Jó, tehát hogyha az ember ezzel tisztában van, akkor azért nem lesz ebből probléma, én azt gondolom. Oké, itt vannak ugye a naplók, meg lehet nézni, hogy mivel mi történt, végig lehet nézni, lehet törölni. Itt ebben a virtuális kezelőben vannak időnként itt látható ilyen fordítási problémák, de egyébként marha jól működik. Na most a virtuális gépek azért egy viszonylag, hát hogy is mondjam,
teljesítményigényes, tehát memóriában, processzorban, mindenben egy teljesítményigényes megoldás, szemben mondjuk a konténerekkel. Hiszen itt komplett virtuális gépet kell futtassunk, magát az operációs rendszert minden összetevővel futtatnunk kell, éppen ezért virtuális gépből jóval kevesebbet tudunk futtatni egy adott hoston, mint ugyanazon a hoston konténerben. Úgyhogy ha nincs konkrétan szükségünk arra, hogy teljes virtuális gépet futtassunk, tehát a komplett operációs rendszert minden szolgáltatásával, a Windows az összes hülyeségével, a benne lévő számológéppel, Windows Update-tel, minden marhasággal együtt, vagy Linuxnál komplett grafikus munkakörnyezetet, minden, tehát hogy nincs szükségünk arra, hogy a teljes operációs rendszert virtualizáljuk, mert adott esetben csak egy-két konkrét dologra van szükségünk, akkor a virtualizáció helyett én javaslom a konténerizációt, mert hogy ez a jószág, ez tud konténereket is.